volt egy dolog, amit csinált a hölgy, ami nekem nagyon nem tetszett. Már mindjárt megmutatom nektek. Nem tudom, hogy ez csak az én ilyen furi mániám, hogy nekem ez így nem fér bele. Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon. Ma szabad napom van, és arra gondoltam, hogy elkísérhetnétek, ugyanis szerintem mindenkinek szüksége van egy ilyen én napra, amikor csak magunkkal foglalkozunk kívülbelül egyaránt, és hát ha ti is inspirálódtok egy kicsit, vagy kaptok egy-kettő ötletet, hogy hogyan lehet egy ilyen napot eltölteni. Na és azért állunk itt a konyhában, mert hogy a reggeli kávémon már túl vagyok, és most fogom elkészíteni magamnak a kis vizemet, ugye én reggel korán nem tudok még reggelizni, így felkelés után, viszont mostanában egy pár hónapja rászoktam arra, hogy elkészítem magamnak ezt a citromos mentás vizet, és ezt kortyolgatom egész nap. Ugyanis, hogyha rendesen csak sima vizet rakok magam mellé, akkor hát egyáltalán nem érzem magam motiváltnak, hogy igyam, illetve hát nem ízlik ugye a sima víz, és így egy kis ízesítéssel amúgy teljesen könnyen tudom inni, és tényleg még önmagamat is meglepem, hogy mennyire sok vizet megiszok egy nap. És addig még el is készítem, addig amúgy elmesélek nektek egy sztorit, ugyanis hát azt már nem tudom, hogy hol olvastam, de azért kezdtem el vizet inni, mert képzeljétek el, hogy így jobban belegondolva, amúgy tényleg most már értelmet nyer minden, vagy hát így összeáll a fejemben a kép, hogy ugye amikor lefekszünk este aludni, akkor hát egész éjszaka ugye szomjazik a szervezetünk. És reggel felkelünk, és 8-10 óra alvás után és szomjaztatás után mit csinálunk? Ugye iszunk egy jó kis kávét, és hát a koffein tartalom az ugye az szintén a szervezetre olyan hatással van, hogy elvonja a vizet a szervezetből, és megint elkezdjük szomjaztatni a szervezetet. És hát nekem, amikor ugye legelőször eszembe jutott régebben inni, az kb. Ilyen dél vagy egy óra volt, és akkor a konkrétan a szervezetem azért már egy 10-akárhány órája szomjazott. Úgyhogy amióta odafigyelek rá, hogy tényleg így a kávézás után elkészítem magamnak ezt a kis vizet, és tényleg iszom is, azóta teljesen más a közérzetem, több energiám van, és hát tényleg a hidratálás az nagyon fontos a szervezetnek, főleg nyáron, ugye, milyen melegek vannak. Na, de így, hogy elkészült a víz, így beszéljünk egy kicsit a mai programról is, ugyanis hát legelőször is jogázni fogok, ugyanis mostanában a napot, illetve a reggeleket szeretem jogával indítani. Hát szintén ugye éjszaka úgy elgémberedik az ember, és olyan jó egy kicsit megnyújtani magam, meg egy kicsit ugye mozgásba hozni. És hát nagyon sok mindent fogunk még csinálni ma. Megyünk masszázsra, megyünk körmöshöz, lehet, hogy a férjemet is meglátogatjuk. Úgyhogy tényleg mozgalmas nap lesz. Hát muszáj vagyok itt bent a lakásba jogázni, ugyanis kint annyira magas a páratartalom, hogy esélyem nincs, hogy kint jogázzak ilyenkor nyáron. De hát alig várom már, hogy egy kicsit lehűljön az idő, és esetleg reggel vagy este ki lehessen menni a kertbe, vagy pedig az óceán mellé. De hát addig is marad ugye itt a benti rész a szobában. És hogyha ti is szeretnétek esetleg kipróbálni a jogát, én nagyon ajánlom nektek ezt a csatornát a YouTube-on, ez a Buho Beautiful Yoga, és tényleg nekik a nagyon kezdőtől a nagyon extra haladóig mindenfajta jogájuk van, feltöltve, nagyon könnyű csinálni, még akkor is, hogyha soha életedben nem jogáztál, úgyhogy tényleg érdemes egyszer kipróbálni.
Na, végeztem is a jogával, és hát teljesen felfrissültem, és mint láttátok, én sem vagyok profi, most kezdtem, nemrég. Nem az a lényeg, hogy mennyire pontosan csináljátok, hanem azt, hogy valamit mozogtok és elkezditek. Úgyhogy tényleg érdemes kipróbálni. Viszont most már meg is éheztem, úgyhogy szerintem gyorsan egy séket csinálok magamnak, mert utána lassan el kell indulnom a masszázsra, és hát nem tudom, hogy milyen a forgalom, úgyhogy időben szeretnék elindulni, hogy nehogy elkéssek. Na és nézzétek meg, hogy mennyire jó krémes lett ez a kis turmix. Imádom. És amúgy ennek kevés íze van. Úgyhogy olyan, mintha egy ilyen jéges kávét innék. Na, el is indultam a masszázsra, és a GPS szerint 30 perc alatt odaérünk, úgyhogy abszolút nem vészes az idő. Hál' Istennek időben oda fogunk érni. Mert amúgy képes vagyok elkésni amúgy mindenhonnan. Na de lényeg a lényeg, hogy nem meséltem még nektek erről a masszázs szalonról, ugyanis ez a masszázs szalon a barátnőm, képzeljétek el, most nyitotta itt Miami-ban, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, és legalább meg tudom nektek mutatni, hogy milyen gyönyörű kis szalont nyitott. És az ő szalonja kimondottan nyirokmasszázsra van specializálódva, mert, és főleg ugye, amikor műtétek után kell ez a nyirokmasszázs, ő főleg olyan vendégei vannak. Ugye itt Miami-ban rengeteg szépészeti műtét van, vagy ilyen plasztikai műtét, és általában ezek a műtétek után, mint például a zsírleszívás, ugye ajánlott a nyirokmasszázs, hogy minél hamarabb gyógyuljon ugye a kezelt terület, illetve minél hamarabb ki tudják ugye ezt a sok folyadékot a testből masszírozni, illetve hogy eltávozzon ez a sok folyadék. Úgyhogy ebben tud segíteni ez a masszázs. Remélem, hogy helyesen mondtam, mert amúgy nem vagyok szakértő, csak ugye így, ahogy ő magyarázta nekem. És hát ugye tudjuk, hogy a nyirokmasszázs amúgy az összes méreganyagot szépen ki tudja dolgozni a szervezetből, és akinek nincs plasztikai műtétje, annak is nagyon hatásos. És hát megmondom az őszintét, hogy én Magyarországon ezt már próbáltam egyszer, és nagyon-nagyon fájdalmas volt. Én nem tudom, hogy ti próbáltátok-e már. Úgyhogy hát egy kicsit félek, hogy őszinte legyek. Mert amúgy nagyon hatásos és nagyon jó, de aki ilyen masszázsra megy, az készüljön, hogy ez nem az a kellemes masszázsfajta. De hát megígérték, hogy ilyen félnyirok masszázs, fél svéd masszázs lesz, hogy azért legyen benne egy kis ellazulás is. És kombinálni fogják nekem, hát kíváncsi leszek, de amúgy megmondom őszintén, hogy rám férne a full nyirok masszázs is, mert hát tudjátok, főleg a nőknél, ugye azért comb hastájékán azért van méreganyag rendesen, kis cellulitis ez az amaz, de hát majd meglátjuk, hogy mennyire fogom bírni, mert kíváncsi vagyok amúgy, hogy ez mennyivel lesz másabb, mert ők egy nagyon különleges technikát alkalmaznak, és speciális módszert, hogy mennyivel lesz ez a technika másabb, mint amit én anno Magyarországon kipróbáltam. Úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire lesz fájdalmas, majd beszámolok nektek róla. Show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. Show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. This is how. Na most végeztem a masszázzsal, és hú, hát nagyon jó volt, és tényleg nem olyan volt amúgy, amit én Magyarországon még anno csináltam. Teljesen másfajta masszázs volt, és nagyon-nagyon jól esett, mert én nem szeretem azokat a masszázsokat amúgy, amik csak így, tudjátok, ami így simíznek, és semmit nem érzel. Én azt szeretem, amikor érzed, hogy történik valami, hogy olyan jól benyúlnak ugye oda a fájó pontokba, és amúgy Claudia masször nagyon jól elkapta ezt a dolgot, és tényleg érezte, hogy hol vannak azok a pontok, ahol egy kicsit úgy jobban meg kell dolgoznom, vagy dolgoznia ugye ott azokat a részeket, és tényleg tudta, hogy mi az az erősség, ami még jó. Úgyhogy egyszer-kétszer olyan kellemesen fáj, de amúgy nem tudom, biztos, hogy ismeritek ezt az érzést, hogy olyan jó érzés, amikor fáj, tehát olyan jóleső fájdalom ez.
Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt voltam, és innen is köszönöm még egyszer a barátnőmnek, hogy elhívott, és kipróbálhattam ezt a masszázst, mert tényleg isteni volt. Most pedig megyünk tovább, mert hogy a férjem 10 percre dolgozik innen, és elmegyünk meglátogatni, beugrunk hozzá. Jó lenne itt valahol útközben, azért nézegetek, ennyire elkapni egy Starbucksot, mert szeretnék neki venni valami kis kávét, vagy valamit viszünk neki meglepibe, és hamarosan mutatom, hogy mind dolgozik most. Na, ezt a Starbucksot amúgy jól eldugták itt, alig találtam parkolóhelyet, hogy hol tudok megállni itt a Starbucks mellett, de hál' Istennek megoldottam, úgyhogy most bemegyünk és rendelünk valamit. Hi! So I would like a dragon fruit lemonade. What size? Large. Anything else? And I would like a medium chai latte with oat milk. Na, meg is vettem a Starbucksot. A férjemnek vettem egy sárkánygyümölcs limonádét, mert ő ezt szereti, úgyhogy ő ezt fogja kapni. Én magamnak egy chai lattét vettem. Nagyon szeretem. Ha még nem kóstoltátok, akkor kóstoljátok meg. A férjem azt mondja, hogy ilyen tejbegríz íze van? Nem tudom. Furi hasonlat, de igen, valami olyan különleges íze van. Nem tudom amúgy megmondani, hogy mihez hasonlít. Hát itt tudjátok, akkor írjátok meg, hát ha rájövünk, hogy mihez hasonlít. De nagyon finom, és hát nem bírom igazából a rendes tejet, úgyhogy én zabtájjel kértem. És hát vettem még egy dolgot, nem az enyém, de hát úgyis bele fogok enni, egy citromos sütit, egy lemon kéket. Úgyhogy elviszük a férjemnek, és megnézzük, hogy hogy áll a munkával, aztán utána sietünk, mert hogy a körmöst megnézzük, hát ha el tud még vállalni, mert írtam neki, és nem válaszolt. De amúgy abban a szalomban mindig sokan vannak, úgyhogy ha nem is az a körmös, akihez én szeretek járni, akkor egy másik majd úgyis el fog vállalni. Igazából megmondom az őszintét, hogy kettő körmöshöz szoktam járni. Ugye most már a kezemmel nem járok, mert a lányom csinálja. Hogyha éppen nem pihentetem, de most pár hete pihentetem amúgy a körmöm, mert egy picit jó lenne, hogyha megerősödne. És egyik sem jó, egyik sem az az igazi körmös, akit én szeretek. Van egy követőm, aki, képzeljétek el, hogy Budapesten dolgozott, és annyira cuki volt már, hogy írt nekem, hogy ha Budapesten járok, akkor nagyon szívesen meghív egy körömre, és hogy megcsinálja nekem, és nagyon-nagyon izgatott voltam, mert hát olyan gyönyörű körmöket csinált, illetve még mindig csinál, és képzeljétek el, amikor Magyarországon jártam, pont akkor szült, úgyhogy így el kellett halasztanunk ugye ezt a körmös témát. És utána pedig ugye szülési szabadságom volt, és amikor meg én tudtam volna hozzá menni, addigra meg elköltöztek már Bejára. Úgyhogy a múltkor annyira voltam keseredve, nem hiszitek el, megnéztem, hogy mennyibe kerül egy repülőjegy már Bejára amúgy. Mert annyira gyönyörű körmöket csinál, majd be fogom ide nektek tenni, és megnézitek ti is, hogy egyszerűen a szívem fáj érte, hogy itt miért nem tudnak ilyen körmöket csinálni Amerikában. Mert hiába kifizet az ember amúgy 150 dollár, tehát 45 ezer forintról beszélünk, tehát egy köröm, egy full set köröm, illetve a pedikűr, és nem tetszik, nem tetszik. Tehát nem érdekelne amúgy a 150 dollár, mert ki kell fizetni, ugye, ami ilyen szépségipar, az mindig drágább, tehát ezt tudjuk, nők vagyunk. Kifizetjük, nem is érdekel minket, de amikor kifizeted és nem is tetszik, és utána heteken keresztül azt nézed, az a baj, nekem mindig megakadott a szemem, ami nem tetszik rajta, és idegesít, és rendesen felhergelem magam. Úgyhogy ezért kezdte el a lányom csinálni a körmömet, mert ő ugyanezt érezte, és azt mondta, hogy ilyen minőséget ő is tud csinálni otthon.
És hogyha elrontja, akkor legalább nem fogja annyira mélyen érinteni, mert akkor úgy van vele, hogy ó, még gyakorló módban van, és hogy majd lesz ez szebb is, és amúgy tényleg szép körmöket csinál, de majd beteszem nektek amúgy, hogy nekem mi az a köröm, ami igazán tetszik, hogy ilyen pici natúr, és úgy néz ki, mintha saját körmöd lenne, illetve szerintem ez saját köröm is, amúgy, ami ebben a videóban van, csak meg van erősítve egy kicsit, és tényleg, hát gyönyörű amúgy. Úgyhogy szerencsések vagytok Magyarországon, gyönyörű körmöket csinálnak a szakemberek, használjátok ki, menjetek, de majd megmutatom nektek délután, hogy itt milyen egy köröm szalon. Amin a férjem dolgozik, és az az érdekessége ennek, hogy ilyen nagyon pici csempedarabokból áll össze, és nagyon pontosan kell rakni. Ez még nincs kifogázva, tehát ez még ilyen nagyon fél állapotban van, de gyönyörű lesz, hogyha kész lesz. Nem tudom, hogyha mire a videó felmegy, hogyha esetleg elkészül, akkor majd rakok be nektek róla képet, hogy milyen lett, de szerintem már így is látszik, hogy mennyire szép és különleges, és hát nagyon precíz munkát igényel. Na, meg is érkeztünk a körmöshöz, és hát megmondom őszintén, hogy visszafelé sokkal hosszabb volt az út, mint odafelé. 50 percet jöttem, úgyhogy most már tényleg látszik, hogy elkezdődött a délutáni forgalom, most már 3:30 van. Úgyhogy most gyorsan megkérdezzük, hogy van-e valaki szabad, aki meg tudja csinálni a kezemet, illetve a lábamat. És hát nagyon kell pisilnem. Úgyhogy először elszaladok a vécére, ez a masszázs, ez tényleg jól beindított mindent. Úgyhogy amúgy tényleg onnan tudjátok, hogy jó volt a masszázs, hogy utána kell mennetek pisilni, mert ugye beindítja az egész nyirokrendszert, illetve a méregtelenítést egy jó masszázs. Nem fogjátok elhinni, elfelejtettem, hogy ez a szalon hétfőn zárva van. Jó, hát akkor marad a másik szalon, Sunny Eyes-on, úgyhogy akkor átmegyünk oda. Ez nekem szimpibb, ez a szalon, de mindegy igazából, ahogy mondtam, egyik sem a kedvencem, úgyhogy teljesen mindegy, hogy melyikbe megyünk. Viszont itt megmutatom nektek, olyan szép itt ez a rész. Ez egy ilyen nyitott bevásárló központszerűség, és nagyon kellemes kis hely amúgy itt sétálgatni, vagy eszegetni. Amúgy enni is akartam valamit, de most akkor a szalon előtt szerintem nem fogok venni semmit. Úgyhogy először elmegyünk, megcsináltatjuk a körmömet, és akkor utána majd keresek valamit, amit tudok enni. Ja, és közben mutatom a helyet. Ez lenne itt ez a kis bevásárló rész, és itt vannak éttermek, ilyen kis kiülőhelyek. Amúgy a másik szalon is szép helyen van, ugye a múltkor mutattam nektek, hogy Sunny Eyes milyen szép egy előző videómban, és amúgy mutattam is szerintem abban a videóban, hogy ez az egyik szalon, ahová én szoktam járni. Úgyhogy szerintem tudjátok, hogy hol van ez a másik szalon. Na, de akkor induljunk is. Na, meg is érkeztünk. Még jó, hogy amúgy csak 5 percre van tőlünk ez a másik körmös, úgyhogy nem kellett sokat kocsikázni itt a nagy forgalomba. Hogy mindjárt meg is kérdezzük, hogy van a hely. Funny how you had
végeztem is a körmön már. Hát egész jól megcsinálták. 23 ezer forint körül fizettem borravalóval együtt. És amúgy nem mondom, hogy rossz volt, viszont volt egy dolog, amit csinált a hölgy, ami nekem nagyon nem tetszett. Már mindjárt bemutatom nektek. Nem tudom, hogy ez csak az én ilyen furi mániám, hogy nekem ez így nem fér bele. Hogy ugye a köröm ágyamat az ő saját körmével tolta fel, és nekem ez, jaj, nem tudom. Szerintem ez nem így kellene csinálni. Na mindegy. Most már 4:30 van, úgyhogy egy kicsit éhes vagyok. És van itt egy nagyon jó kis mexikói étterem, és arra gondoltam, hogy veszek egy jó kis shrimp tacót. Aztán azt most már hazaviszem, nem ülök le itt megenni, meg amúgy én nem is szeretek amúgy így egyedül enni semmilyen étterembe, de mint láttátok, itt a körmösnél is alig voltak, úgyhogy igazából a nyárnak a második legjobb, vagyis hát második előnye az, hogy nem csak az, hogy nagyon meleg az óceán, hanem az is, hogy Miami konkrétan üres. Úgyhogy egyáltalán nem kell várni sehol az éttermekbe, vagy bárhova mész. Igazából minden üres, úgyhogy rögtön van a hely, be lehet menni, és nem kell sorbálni, mint amíg ugye, amikor szezon van, akkor ilyen fél órás sorok vannak, és mindenre fél órát kell várni, hogy bejusson az ember. Úgyhogy igen, ennyi előnye van a nyárnak. Képzeljétek el, hogy itt Miami-ban most azon van a legnagyobb felháborodás, hogy elvárják ugye a borravalót akkor is, hogyha így elvitelre kéred az ételt, és nem tudom, egyik részről amúgy igen, megértem, mert semmit nem csinálnak, annyit csinálnak, hogy odaadják neked a kaját, és ugye elviszed, mint én most. Mondjuk én így is hagytam $3, az mennyi, hát ja, 1000 forint borravalót, és hát ugye itt Miami-ban azért minimum 20% borravalót szoktak hagyni az asztaloknál, és közben megérkezett az étel. Thank you so much, thank you! Úgyhogy igen, azért oda kell figyelni, hogy értékeljük, kifejezzük a vendéglátásban dolgozóknak a pálánkat, és hát ezt nem mással tudjuk, mint borravalóval. Most eszek, mert már nagyon éhes vagyok, remélem a férjem nem sokára hazaér, és utána folytatjuk a napot, mert szeretnék egyet vele úszni, úgyhogy megmutatom nektek a medence részt is. Oda, ahova szoktunk, nem? Na, lejöttünk a medencéhez egy pohár borral, illetve hoztunk egy kis milyen sárga dinnyét is, mert végre hazajött a férjem, úgyhogy ilyenkor este szoktunk lejönni, amikor már lemegy a nap, mert ugye annyira meleg van, hogy napközben nem lehet élvezni annyira a medencét, tehát vagy reggel kell lejönni, mielőtt úgy nagyon felmelegszik az idő, vagy pedig ilyenkor este, amikor már tényleg nincs nap. Hát ilyenkor is este hány fok van? 30 fok körül? 33. Igen, 33 fok. Úgyhogy az idő az ettől függetlenül, hogy nem süt a nap, nagyon meleg. És a víz is nagyon meleg a medencében, mert hát ugye egész nap felmelegszik. Úgyhogy mindjárt ki is próbáljuk és beleugrunk. Úristen, de finom ez a sárga dinnye, ez az Aldi is? Igen. Nagyon finom. Na hát akkor egészségünkre. Dinnye meg bor. Hát így a legjobb. Kombó. Amúgy esküszöm, így lehet a legjobban kikapcsolódni ilyenkor este. Egy pohár bor, kicsit lejönni, úszkálni. Dinnye. Dinnye.
Majd, hogyha meg a gyerekek elmennek, akkor lesz a legjobb. Igen. Ami kár, hogy a jacuzzi nincs nyitva. De most már víz sincs benne? Ja, de van benne víz. Akkor nem tudom. Nem értem, hogy mi baja tud lenni mindig. Hát szerintem az, ami csinálja a buborékokat benne. Azt tudja, elromlott. Vagy lehet, hogy fűtés benne. Igen, tavaly is az volt a baj. Mondjuk tényleg. De amilyen meleg van, lehet, hogy már nem is kell a nagy fűtség. Hát de forgatni kell a vizet benne, tudod. Á, de cuki az a kis kutya itt, az a, ott földszinten. Játszani kell vele, szaladgálnak. Mm-hmm. Fogócskáznak a nappaliba. Látod? Mm-hmm. Á, egyem meg. You don't care what you're doing to me. I've been down in the ruins so deep. All the games that you played, all the love you've forsaken, you let it slip away. Oh, 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 oh. You don't care what you're doing to me. Every setback, every mishap, every time you say you're gonna change. Say you get it, you regret it, I forgive it, but you stay the same. You should cry an ocean for me, for the dumb shit and the damage. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a vlogban is, hogyha tetszett, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot. Jövő hét pénteken új videóval jövök, addig is sziasztok!